Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Üdvözlöm a kedves nézőket, eredetileg Csintalan Sándor kéne, hogy itt legyen, aki nem válaszol a telefonjára, úgyhogy Sándor, bárhol is vagy, aggódunk érted, de bízom benne, hogy azért csak előkerülsz. És természetesen, aki mindig időben érkezik, az nem más, mint Gréci Zsolt, a DK szóvivője, szép jó reggelt kívánok, bízom benne, hogy csatlakozik. A Csintalanért való aggodalomban. Feltétlenül. És a főszerkesztőnőm már is mond valamit a fülembe, csak úgy látszik, hogy az agyam képtelen egyszerre mindent fölfogni, úgyhogy lehet ismételni. És akkor itt van velünk Kovács András is, az Origo főszerkesztője. Szép jó reggelt kívánok! Én nem vagyok főszerkesztő. Főmunkatársa akartam mondani. Érdekesek ezek a korahajnali freudi elszólások. Így. Lehet, akkor, tudsz valamit. De hát akkor meg kevesebb ideje lesz ránk, úgyhogy jobb, ha marad ami. És akkor nézzünk, hol is tartunk a Luachba. A Luach zsinagógai naptár szerint 5778 hüdeöregek vagyunk. Svát hó 13. napja van. Míg a polgári időszámítás szerint 2018. január 29-e, és ha minden igaz, hétfő. Szeretetet köszöntjük minden Adél Utó nevű nézőnket. Az euró középárfolyama, nem tévedünk, 309.22 HUF, míg az angol font 352.20 HUF, természetesen középár, és 4 és 13 Celsius között várható a mai időjárás, illetve hőmérséklet. Majdnem olyan, mintha nyár lenne. Megbolondult az időjárás? Hát igen. Igen, tehát már láttam olyan bokrot, amelyik elkezdett virágozni, és ez kicsit aggasztó. Mármint a bokorra nézve mindenképpen, mert hogy azért még egy hónap biztos van a télből, és még azért a március is tud kellemetlenségeket okozni fagy szempontból. De hát majd remélhetőleg április 8-án kitavaszodik, hogy egy ilyen, próbálnék egy ilyen kellemes fordulattal élni így korán reggel. Mit ért a április 8-ai kitavaszodás alatt, hogy hát, hogyan képzelik el önök hát ezt? Nyilván kormányváltás legyen, hát ez lenne az ország érdeke, úgyhogy... Ez egy freudi elszólás, hogy önök ebbe hisznek is? Hát, hogy ne hinnénk, természetesen. Hát hogyha az egyéni körzetekben sikerül még tovább csökkenteni az induló demokrata jelöltek számát, akkor és kiderül, hogy ott van esélyes jelölt, aki a Fidesz-szel és a Jobbikkal szemben meg tudja mérni magát, akkor reális esély van arra, hogy Orbán megbukjon. Az ön egyik alapszakmája az a kommunikációhoz való értés. Mit jelent ez a félig nyitott, félig befogadó kézmozdulat, mint a pártelnökét látjuk a tegnapi kongresszusról, ahol évet értékelt. Ugye ez egy szombati évértékelő beszéd volt, ahol Gyurcsány Ferenc arra helyezte a fő hangsúlyt, ami ott a táblán is látható, hogy Orbánnal nincs alkú. Hát lehet, miért Orbán szóba akart állni vele? Nem az a kérdés, hogy kivel áll szóba, hanem az a kérdés, hogy ki az, akire a Fidesz bármilyen módon hatni tud egy választási kampányban, hogy mely pártokat tudja esetleg befolyásolni személyi döntéseikben, vagy kampányok intenzitásában, vagy annak feltáró jellegében. És Gyurcsány Ferenc hitettett amellett, hogy a demokratikus koalíció az egy olyan erő, amelyik nem alkuszik Orbán Viktorral. Ön látnak olyan erőt itt a bal oldalon, aki alkuszik Orbánnal esetleg? Hát erre is utalt a pártelnök úr a beszédében. Hát ugye azért azt, attól az ember nem tudja magát elvonatkoztatni, hogy azt látja, hogy mondjuk a Magyar Szocialista Párthoz köthető sajtó több 10 millió forintos kormányzati hirdetések kellett kibélelve az utolsó időkben, és ez szépen párhuzamosan a Gyurcsány ütlegeléssel is kiegészült, mint a kettő között akár lehetne is összefüggés. Hát nehezen tudjuk azt is elfelejteni, hogy mondjuk az LMP az alkotmánybírókat megszavazta a Fidesznek, 12 évre bebetonozva bizonyos fideszes embereket ilyen pozíciókba. Hát, és azért azt se felejtsük el, hogy ugyan Vona Gábor és Orbán Viktor között ilyen látványos karcsörtetés zajlik, de hát azért mégiscsak egy gyakor ez. A Szövetség a Nemzetért polgári körből került elő Vona Gábor is Orbán Viktor mellől, tehát azért nem gondoljuk, hogy ezek a szálak feltétlenül elszakadtak volna. Ha
próbáltam végignézni Soros úrnak a napokban megjelent videóját. És mintha azt mondta volna, hogy a Fidesz megvásárolta a teljes ellenzéket. Tehát nem ezt mondta, az MSZP-t mondta, és azt mondta, hogy a kisebb pártokban is vannak kémei, inkább ezt mondta, tehát hogy az MSZP-t nevezte meg szó szerint. Én nem tudom Soros Györgyhöz, hogy mire gondol. És a DK-ra mit gondol vajon Soros, egy nagy pártnak számítja a DK-t, vagy önök számítják magat nagy pártnak? Hát a DK a mai arányok szerint középpártnak számít, de nagyon bízunk benne, hogy ahhoz képest, amiket szoktak nekünk mérni, ilyen 8-12%-ot, ahhoz képest azért még annál is lehet jobban azért szerepelni. Van olyan, akit sikerült nagyon magukra haragítaniak. Ha nézem a MOMA elnökének megszólalásait, ő pedig nagyon letette annak idején a voksot maguk mellett, most meg, mintha nem lennének szerelembe. Jól látom, én ezt is félreértem. Nem, ez teljesen rendben van. Bokros Lajos kapott egy ajánlatot az együttműködésre, egy pontosan úgy jött, mint a Szolidaritás, elutasította, és azóta egyébként, hát hogy úgy mondjam, elég sokan léptek ki a MOMA-ból, valószínűleg ennek is hatására. De itt valami nem stimmel nekem, hisz valaki a DK-tól azt mondta, hogy alig vannak, most meg maga azt mondja, hogy sokan kiléptek. Sokan kilépni csak abból lehet, amiben sokan vannak, vagy ez nyelvtanilag? Hát nem, ez úgy van, hogy attól függ, hogy mi az alapmennyiség, honnan számoljuk. Tehát ha 10 emberből 5 kimegy a szobába, az soknak számít. Ha 50-en voltak a szobában, és 5-en mennek, de ez nem számít. De maga arról híres, hogy maga egy jó indulatú ember. Miért nem jó indulatú most a MOMA-val szemben? De én jó indulatú vagyok, nincsen ezzel probléma. Bokros Lajost kiváló közgazdásznak tartjuk. A MOMA, mint pártformáció... Sőt, azt mondják sokan, hogy a világ egyik legjobb egyetemi tanára is. Erről mit tud mondani? Nem tudom, erről a diákjait kell megkérdezni, de az biztos, hogy Bokros Lajost mi közgazdászként tiszteljük, a pártalapítási vagy pártépítési szándékai az elmúlt években nem voltak különösebben sikeresek, hát a MOMA nem mérhető párt. Bokros Lajosra viszont szükség lenne a közéletben, ezért tett ajánlatot neki a Demokratikus Koalíció, ezt elutasította, mi ezt tudomásul vettük. Másik hétvégi rendezvényen a Párbeszéd 5 éves fennállását ünnepelték a pártnak a tagjai, ott volt ugye Karácsony Gergely, Molnár Gyula. Karácsony Gergely tette egy olyan megjegyzést, hogy továbbra is közös listát szeretnének, és elképzelhetően tartja, hogy ennek a közös listának a harmadik helyén Gyurcsány Ferenc álljon. Önök elfogadják ezt az ajánlatot tőle? Abba kéne hagyni ezt a butaságot. Tehát az embereket nem érdekli a közös lista, meg a külön lista. Karácsony Gergely pontosan tudja, hogy nincsen közös lista. Nem véletlenül nincsen közös lista. Ez a két párt, két külön párt. Ezt érdemes lenne most már észrevenni. És egyébként Karácsony Gergely ugye ki is írta a Facebookra még ezt a javaslatát, és hozzáteszem, olyan köpködés van alatta a kommentekben, hogy valami egészen elképesztő. Nem érdemes a két párt, tehát ami nem ragad össze, azt nem érdemes összeragasztani. Ez két párt, két külön kultúrával, két külön világgal. Ami az együttműködést illeti, az pedig már megszületett, tehát az egyéni körzetekben. Ahelyett, hogy tehát Karácsony Gergelynek is azt javasolnám, hogy inkább azt ünnepelje meg, hogy a koordináció megszületett az egyéni körzetekben, mert az a fontos. És nagyon sok DK-s nem akar az MSZP listájára szavazni, nyilván vannak szocialisták, akik nem akarnak a DK listájára szavazni, nem kell ezt a dolgot egybe erőltetni, majd meglátjuk, melyik lista mennyit ér, és az egyéni körzetekben pedig tudjuk. Az már egyéni körzetek akkor, hogy az MSZP több helyen egyik ilyen kiemelkedő hely Pécset visszalépett a MSZP-nek a jelöltje a Menár Tamás javára. A DK tervezi az, hogy helyben független jelöltek javára visszalépjen azokban a körzetekben, ami a MSZP és a DK közötti megállapodás révén önöké. Hát nem nagyon látunk olyan független jelöltet, de hát azért a politika az politika. Az nem úgy van, hogy egyszer csak pár héttel a választás előtt valaki fölbukkan, és akkor hirtelen mindenki szaladjon világgá, mert most ő akar ott indulni. Tehát itt azért olyan emberek indulnak ezekben a körzetekben, bármely párt színeiben, akik ott élnek, ott dolgoztak az elmúlt 4 évet, ott fáradoztak, ott koptatta őket a Fidesz, harcoltak ellene, és így tovább. Akkor koptassuk most tovább a DK-t. Az évértékelőn milyen csodafegyvert sikerült előhozni a pártelnöknek? Miről volt szó, és mennyiben befolyásolja ez a programot, ami most elindult? Ugye a csodafegyver az igazából az a csodafegyver, ha egyrészt az emberek elmennek szavazni, egyrészt erre buzdított Gyurcsány Ferenc. Ez a kulcsa
a választási sikernek. A másik pedig, hogy tényleg látnia kell az embereknek, hogy, hogy van olyan párt, amelyik semmilyen módon nem mosható össze a Fidesszel, sem financiálisan, sem személyi ügyeiben, sem semmiféle bizniszben nem áll a Fidesszel, soha nem szavaz a Fidesszel, ez más pártokra nem feltétlenül mondható el. Tehát egyrészt látni kell, hogy a demokratikus koalíció más, mint az összes többi párt ez ügyben. Másrészt pedig ugye arról beszél Gyurcsány Ferenc, hogy, hogy ha az emberek elmennek szavazni, akkor van esély a győzelemre. Ez nagyon érdekes. Na most ezekkel, amit elmondott, ezzel még nem lehet választást nyerni. Tehát akkor még a csodafegyvere várnunk kell? Hát ugye egyrészt programot nem olvasnak az emberek. Tehát, hogyha bárki arra lenne kíváncsi, hogy mi a demokratikus koalíció programja az egészségügyről vagy a napenergiáról, azt megtalálja a sokakmagyarországa.hu című oldalon. Ezt a munkát a DK elvégezte, de igazából olyan hangulatot kell előállítani az országban, hogy az emberek megérezzék, hogy itt van ez a változás. Ezért sokat fog járni az országban. Ez a hangulat pozitív is lehet? Hát ez csak pozitív tud lenni, ha az ember megszabadít egy országot egy diktatúrától, akkor az csak pozitív tud lenni. Ezek a tüntetések, amik a hétvégén voltak az oktatásért, ezekben mennyire vettek részt, és ez mennyire lehetnek a kampánynak a fő témái? Olyannyira részt vettünk, hogy zászlókkal, jelvényekkel ott voltak a DK tagjai a Tanítanék Mozgalom rendezvényén. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy született az oktatásról is egy ilyen minimum megállapodás, ennek is része a demokratikus koalíció, és egyébként a DK-nak nagyon sok olyan képviselőjelöltje van, aki tanár, egyetemi tanár, középiskolai tanár, kifejezetten az oktatás szakértője, tehát mi ezt kiemelten fontosnak tartjuk, és nem csak azért, mert hogy például vissza kell állítani a tankötelezettséget 18 évre, a DK programjában szerepel, hogy ki kell nyitni első évben az egyetemeket, és mindenki, aki akar tanulni, az el tudja kezdeni első évben a tanulmányait, és csak második évtől indulna egy ilyen méltányos tandíj és ösztöndíj rendszer. Ez a mostani, hogy egy jogi karon 270 ezer forintot kelljen fizetni egy szemeszterért, ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan. Ez emiatt mennek el a fiatalok Magyarországról. Innét folytatjuk legközelebb. Aggódunk a fiatalokért, aggódunk a DK-ért is, és mindenkiért. A DK-ért nem kell, nagyon jól fogunk szerepelni. Az országért kell aggódni, nem bízunk a DK-ért. Az önbizalmukba. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Gréczi Zsoltot, a DK szóvivőjét látták és hallották. Itt folytatjuk vele legközelebb, most előzetesek, és már is jövünk vissza, hogy kivel, az még meglepetés.